Az országos akciósorozat 2010-ben indult, és Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja. A népegészségügyi szűrőkamionon 27 féle vizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők. A program nagy népszerűségnek örvend, mondhatni sorban állnak a városok. A népegészségügyi szűrőkamion nagyon nehezen tud azért eljutni egy városba. Borzasztó nagy az érdeklődés iránta, évekre le van kötve, úgyhogy nagyon örültünk, hogy Székesfehérvárra sikerült hozni. Rendkívül nagy érdeklődés kísérte az akciót a fehérváriak körében is. Két nap alatt betelt az összes hely, hiszen a vizsgálatokon előzetes regisztráció alapján vehettek részt az érdeklődők, 185-en érkeztek a szűrésekre. Mindig, ha van ilyen szűrés, akkor én elmegyek a megelőzési véget, és örültem, hogy ide is el tudtam jönni, attól függetlenül, hogy minden évben megyek szűrésekre. Egészségünk értékét gyakran hangoztatjuk, azonban hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, hogy ezért tenni is kell. Mindenben nagy jelentősége van a megelőzésnek, prevenciónak. Kulcsfontosságú szerepet szántak mindezen céloknak Székesfehérvár egészségfejlesztési tervében is. Így folyamatosan szerveznek a jövőben is különböző szűrővizsgálatokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos programokat Székesfehérváron.